Na, hello pingvinek, itt Nessai, és végre megérkezett a Forza Motorsport 7 demója. Tudom, hogy nagyon sokan, nagyon régóta várjátok, hogy a szériának legyen folytatása. Most itt a lehetőség, hogy egy kis ízelítőt kapjunk, hogy milyen lesz a következő epizód. Úgyhogy lássuk, mit tud a Forza Motorsport 7 demója. Pingvinek, elindult a második csatornám itt a YouTube platformján Nessai FC néven, úgyhogy ha még nem tetted meg, iratkozz fel rá, és ne felejtsd el bekapcsolni a csodacsatornát, csengőt is mellette, hogy le ne maradj a legújabb videókról. Háromféle versenyből és háromféle autóból választhatunk, hogyha jól látom. Én szerintem a 2018-as Porsche-t mindenféleképpen nézzük meg. Az egy erős kezdés lesz. Megnyomjuk az A-t a starthoz, és készen állok, hogy újra megtanuljak vezetni. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog sikerülni, de remélem szurkoltok. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan néz ki a játék, ugyanis nagyon durva ígéretek vannak a megjelenés tekintetében. Remélem, hogy sikerül is ezeket az ígéreteket beváltani. És íme itt is vagyunk Dubajban. A sivatag kellős közepén fogunk megtenni két kört. Izgalmasnak ígérkezik, kíváncsi vagyok, hogy fogok teljesíteni. A játék már most gyönyörű, bár az optimalizáltsággal vannak még problémák. Nyilván demóról van szó, és nyilván PC-n próbálom ki. Ez a megjelenésre reméljük eltűnik, de akkor lássuk a versenyt! Nekivágunk a pályának az új Porsche-val, és egyből ki is törünk a belső ívre. Elég vadul érkezem meg az első kanyarba, azért itt a féktávokkal még óvatosan kell bánni, de a hatodik helyen el tudunk fordulni, úgyhogy nagyon helyes. Irányba a homokdűnék közé. Egy finom jobbos balos. Egy kicsit kicsúszik az autó hátulja, de megöldjük a kanyart, és jól gyorsítunk ki. Viszont látásra, yes! Na, hát nem is megy olyan rosszul. Itt kezdetben, mint elsőre gondoltam. Aztán majd meglátjuk, hogy mikor vesztem el az uralmamat az autó felett. Sajnos nem ismerem a pályát. Ojj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 
veszítettünk egy pozíciót, egyelőre a negyedik helyen, de a sebességünk nem rossz. Próbálok inkább biztonságira menni, hogy ne kelljen azt nézzétek, hogy forgok a pályán. Azaz, meg lesz az a kanyar, nagyon szépen kacskaringózunk itt fölfelé a dombokon. Rohadt jól néz ki a játék egyébként, majd nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy a komment szekcióban mindenképp mondjátok el, illetve hogy ti is kipróbáltátok-e a demót. Tényleg érdekel, hogy nektek mi jött le belőle. Hát itt ezen a szűk kanyargós részen elég sok időt veszítettem, pozíciót hála Istennek nem. Remélem, hogy jönnek majd most a gyorsabb szakaszok, miközben itt ilyen színes tűzijáték vagy konfetti zápor fogad minket ezelőtt a hotel előtt, vagy mi a fene ez. Hát Dubaj, hát azt gondolom, hogy sikeresen visszaadják azt a hangulatot, ami ebben az országban várja tényleg az autósport szerelmeseit, igazi luxusról van szó. Na, azért szépen lassan elsajátítom itt a Porsche kezelését, hogy nyilván azért az asszisztok sokat segítenek, hogy a pályán tudjam tartani a Verdát, de eddig jók vagyunk. Két körünk van, itt az első alatt megismerjük, hogy mégis milyen a vonalvezetés, aztán majd a másodikban átveszik a vezetést Pingvinek, ez a terv. Ugye itt mélyet kell fékezni, egy repülőtér mellé érkezünk, ha jól látom. Valami olyasmi volt ott a háttérben, nehéz ennyi dologra figyelni egyszerre. Kíváncsi vagyok, hogy a dinamikus időjárás az a demóba bekerült-e, és eleredhet-e az eső így a semmi közepén. Oda néz, micsoda porátfújások az út közepén. Nagyon durva, tetszik. Hop-hop! Kicsit elkéstem a féktávval, de megvan. És megyünk be az alagútba. Kíváncsi vagyok a hangokra. Aha. Ott van a vízhang, ami kell. Nice. Ez tetszik. Magabiztosan tartjuk ezt a negyedik helyet. Ez szerintem első próbálkozásra nem rossz. És még van egy körünk, ne felejtsük el. Most gyorsítunk ki. Ez a célegyenes, innen indultunk. Hát elég durva ez a dubai pálya, hogyha belegondoltok, hogy mennyi helyen jártunk. Nézzük meg akkor még egyszer. Ó, egy kicsit megint késő. Volt a féktáv. Lekoccoljuk a gumifalat. Nem pörgetjük vissza az időt, az egyértelmű csalás. Egy helyet vesztettünk. Nincs gond, megyünk ismét a highway-re, mellettünk elmegy egy kamion, aztán vissza a dűnék közé. Na, most már nagyjából ismerem a pályát, azért próbáltam megjegyezni, hogy melyik kanyar milyen, úgyhogy talán tudunk javítani. Gyerünk, Nessai! Milyen jó hangja van a Porsche-nak, hallgassuk, egy kicsit csöndbe maradok.
Nagyon tetszik. Elférünk a belső íven? Nem. Ugye ez a szűk kanyargós rész itt a hegyek között. Elképesztően brutálul néz ki. Ezt még el fogom mondani 69-szer, de mindig lenyűgöz, amikor technológiai szinten egy új szintre lépünk. És azt gondolom, hogy a Forza mindig is élen járta az autók és a környezet modellezésében is. És nem fogunk csalódni a hétben sem, hogyha engem kérdeztek. Na, ez egy szép kanyarvétel volt. Léptünk is egyet előre. Így gyorsítsunk ki jól a kicsikével, ne kocoljuk le a falat. Mondom, hogy ne kocoljuk le a falat. Jön a konfetti zápor. Úgy is van. Szépen betesszük az orrát. Itt egy hosszú forduló, kicsit korán húztam középre. Ejj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 
a továbbhaladásra. Gyerünk Nessai, egy kis kockázatot kéne vállalni, csak nagyon szűken veszem a kanyarokat. Továbbra is negyedik hely, úgy néz ki, hogy ez a reális a mai napon, ennyit tudok. Így elsőre. Azaz, érdekesen fordulnak az autók, de tetszik. Tehát, hogy ez az árkéd irányítás, ami a Forzában van, ez mégis elég nehéz ahhoz annyira, hogy abszolút mindenki megtalálja a kihívást a játékban. Ezt szeretem benne. Na, megyünk ki a sivatagba, nincsen sok hátra a pályából, úgyhogy itt kéne elég lendületet szerezni, hogy legalább a dobogóra felérjünk. Ezek a homokátfúvások, ez egész egyszerűen zseniális. Jó a sebességünk, most jön ugye az alagút balra. Azaz, erőszakosan tesszük be, és ott is vannak az ellenfelek. Belsőiben egy kicsit megkoccoljuk a társat. Jó a kigyorsítás, ott a harmadik hely, ez meg lesz, nem szabad hibázni. Nagyon jó, és még meg lehet a második hely is, nagyon jól jövünk ki a kanyarból, jön a célegyenes, pár méter van már csak hátra, elférünk az autó mellett, ott is van, ezüstérem, yes, 2 perc, 52 másodperc az időnk, és ezzel az ezüstéremre jók vagyunk, hú, na ezt nevezem. Abszolút jó bemutatkozás volt, tetszett? Wow, na nyomjunk még egy versenyt, tetszik ez, nincs miért megállni, úgyhogy lássuk, hogy mi van még a demóban. Itt van egy 2015-ös Nissan, hát vessük be a versenygépet, igazán patentül fel van turbózva, kíváncsi vagyunk, hogy itt milyen verseny elé nézünk, a hátteret figyelve ez egy igazi versenypályás meglódulás lesz, méghozzá a Nürburgringen, ó, hát egy igazi klasszikus pálya, szerintem minden a motorsport kedvelő ismeri, a vonalvezetés nagyjából, bár elég rég vezettem rajta így a képernyőn keresztül, azért remélem, hogy itt is sikerül a dobogóra felérni. Hölgyek, urak, pingvinek, akkor esős, vagy legalábbis borús időben látogassuk meg Németországot egy Nissan volánja mögött. Kezdődjék a verseny. Itt azt gondolom, hogy még óvatosabban kéne vezetnem. Bár hogyha jól látom, akkor egyelőre száraz a pálya. Igen, úgy tűnik, hogy csak beborult az idő. A belső nézet az nekem túl hardcore, úgyhogy maradunk itt ennél a külső kameránál. Nagyon óvatos vagyok, el is mentek mellettem páran. De legalább van helyünk befordulni, azaz. Itt is az elején egy kicsit csöndbe maradok, hogy meghallgassuk a gép hangját, mert ez is elég tetszetős. Nagyon jó. Imádom. Hova fejlődött tényleg a technológia, hogy így vissza tudja adni a versenyautók hangját? Nagyon jó. És úgy nézem, hogy itt fogunk először találkozni a dinamikus időjárással, ugyanis mintha dörgött volna az ég. De lehet, hogy halucináltam. Hop-hop! Itt az eső! Itt az eső! Tudjátok a véleményemet, hogy az autós játékok mindig ilyen időjárási körülmények között néznek ki a legjobban. Úgyhogy most meglátjuk, mit tud a Forza 7. Kicsit könnyebb így vezetni, hogy mennek előttem. Szorosan, így tudom követni az ő féktávjukat, és az aszfalt fokozatosan vizeződik be, hogy nagyon szakmaian fogalmazzak, és már el is kezdjük, ó, a permetet fölverni, az autó hátulja pedig megindult ebben a pillanatban.
Na ez igen! Ez feeling! Gyorsítással, óvatosan! Ilyen különböző íveket vesznek az ellenfelek az ideálishoz mérten, és hop-hop, egy karambol! Na! Hát ilyen is van a játékban! Ki is írta a versenyfelügyelet, hogy vigyázat balhé előtte, jaj, ne vigyük ki a fűre, a kavicságy az megfog minket. Egy komoly hiba a részemről, ezzel veszítettünk, és a 8. helyen fogunk ráfordulni a célegyenesre a sikán után, hogyha minden igaz. Óvatosan a kigyorsítással dörög az ég, villámlik, mekkora! Jó, nem mintha a weather effect ekkora nagy csoda lenne 2017-ben, de hagyj legyek egy picit lelkes kisgyerek, srácok. És érdekes, hogy a pálya belső oldala, ahol nem mentek az autók, az nagy pocsolyákat tartogat. Nagyon király. És hogy fölcsapott a víz! Na most kell visszatekerni. Ez a funkció ezért van, ekkora félekre. Akkor is, hogyha csalás. De óvatosan kell fékezni. Úgy. Befordulunk, és ésszel a gázt. Nagyon jó. Hallod, ahogy siklik a gumi gyakorlatilag az aszfalton. És próbálja tartani az autót az úton. És tényleg, hogy megáll egyébként a víz itt a rázókövek mellett. Nagyon jó. Kicsit kiszélesítettük ezt a kanyar, de semmi probléma, 7. helyen haladunk tovább. Azt gondolom, hogy ezen a versenyen nincs esélyünk a dobogóra, tehát tulajdonképpen annyira lenyűgözött ez az esőzés, hogy... Jaj! Alig tudok odafigyelni arra, hogy egy kicsit gyorsabb legyek az előttem haladóknál, örülök, hogyha a pályán tudom tartani a gépet. Menjünk lefelé ehhez a híres hajtókanyarhoz. Itt sem tudunk beférni belső ívre. Nincs hely sajnos, nincs hely. Tényleg a pocsolyák a pálya szélén, nézzétek meg. Zseniális részletek. Imádom. Úgy gyerekek, megint el fogunk veszni az új Forzában. Lesz belőle gameplay bőven, azt hiszem. Most jól gyorsítunk ki. Legalább egy helyet még tudunk javítani. Úgy is van. Itt egy kicsit későn vettem a féktávot. De nincs kavicságy, úgyhogy megtartjuk az 5. helyet. Forma 1-be ilyenkor szól ránk a felügyelet, hogy nagyon gyorsan adjuk vissza a helyünket, de mi most megtarthatjuk az 5. pozíciót. Jól van, jövünk a pálya hátsó részén fölfele a sikánhoz, ez padlógázas ez a kanyar. Szépen utalérjük az ellenfeleket, de itt már nagyon nehéz előzni. Esetleg így. Átfordítjuk külső ívre, de nincs hely egyszerűen, nem férünk el. És a verseny végére kisüt a nap, át is vonult fölöttünk az ápor. Megcsillan a fény a felhők alján. Gyönyörű. Oda néz, micsoda zárókép. És hop-hop! Egy 4. hely. Wow. Ez igen. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok, hogy ti próbáltátok-e a demót, vagy így felvételen keresztül mennyire jön át. Le a kalappal az új Forza előtt. Nagyon remélem, hogy tetszik nektek, nagyon remélem, hogy szeretnétek folytatást. Alig több mint egy hét múlva megjelenik a teljes verzió, úgyhogy remélem akkor visszatérek. Mindenféleképp jelezzétek egy lájkkal, hogy tetszette nektek, amit láttatok, és persze, hogyha először jártok itt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én még mindig Nessai vagyok, és azt kívánom, hogy legyen nagyon szép napotok, jó hétvégét, pingvinek! Na! Milyen az a te? Milyen a fejed?